Csá népek, polákmentes szemüveget kívánok. Kaptam egy csatát Atesz tanktól. Valamiért Atesz, hogy mindig az első pár másodpercedről lemaradok a csatából. Nem tudom miért, bocsász. Na, nézzük, Atesz ismét küldött egy balhét az E25-tel, a német 7-es prémium tier limites TD-vel. A pája az Airfield, lehetjük az ötösöket, ergo top tier-es TD-k vagyunk. Nézzük, API a standard lőszerünk, 132-es pen 135-ös alfa a goldunk, APCR 171-es pen 135-ös alfa, 241-nél töltjük újra. Atesz még mindig a pótkajával futatja az E25-ös, de ugye nézem, a távcső az nincsen, vagy a periszkóp nincs rajta, lehet, hogy távcső van, nem tudom. Na, kettő köcsög van a balhéban, miért is, egy 5-ös, még 6-os autista van, mert az kibaszottó kurvára kelhet valakinek, nekünk nem. Na, speed boost, hát a szokásos heavy fókuszkozós téma egy oda, el is vesztettünk mindjárt egy Panzer 4 F2-t a karácsonyi ajándék prémium, vagy ajándék német medet 5-ös szinten. Hát nekem karácsony óta nem volt érkezésem sem lelkerőm kipróbálni azt a 5-ös csodát, pedig ígértem róla a videót, majd valamikor meg lesz, de bazd meg be. De nem tudom, hogy pontosan mikor, mert egyszerűen nem vissza a lélek. Kettő meg az éjszakázás ismét mindig kicsinál engem, aztán valamikor hétig, másfél hétig hozzá se szagolok a vodhoz, mert egyszerűen nincs hozzá lelki erőm, hangulatom. Esetleg megkapom a csatákat, valamit csinálok a módpakkal, vagy mit tudom én, de esetleg a kapott csatákat felveszem, megcsinálom, vagy beszerkeztem, mit tudom én, de játékra valamikor egyszerűen abszolút és egyáltalán nem vagyok sem képes, sem hajlandó, sem semmi ilyesmi. Na, megjelent viszont az M8, az Easy 8. Hát egy-egy lövést kapott, egy ilyen eltérítő lövés, de nem nagyon fogtuk vissza, hű, bazd meg. Eléggé lassan szerel ez a lőszer, ez a sima AP, viszont ő megy rá a T-34 sportunkra, és persze ezt a lövést nyilván mellé kúrtuk. Nice. Gyönyörű, gyönyörű. Nagyon jó, 708 damage-ra fel is dagadtunk. Ha jön az, jön az. Szerintem ő nagyon akarja a T-34 sportunkat, csak így túlértékelte szerintem az Easy 8-et. T-29-es, hát ő... Mi van? Lepattantunk a hasáról. Aha. Na, így már azért jobban hangzik. Mondjuk jól lehet volna a T-29-es még kicsit megpofozni. Elvettük volna kicsit a kedvét a szemétkedéstől, de... Bazd meg, csak lepattantunk. 6-3 oda, nem áll jól a szénánk, sőt kifejezetten szarul állunk. Szerencsétlen csóri tigrisünk úgy nézem most fészelni fogja a T-29-essel, hát a T-29-esre szavazok. Na, már csak azért, mert T-29-es toronyból penge, de mondjuk ha itt túltolja, akkor nem penge, mondjuk a tigris meg lehetett volna szopatni. De mindegy. Aha, kávé egy sportautomata. Bazd meg, kirettünk spotolba. Mindegy. Gondoltam, hogy nem spotolt ki minket a marhája. Ajaj, viszont van egy setterük. Az még egészen problémás. T-29-es. Á, mondjuk itt toronyból nehéz lesz. Amikor a setterük meg még itt settenkedik. Közben még előre tör középen a SU-152, lehet, hogy azt is érdemes lenne szemmel tartani. Lehet, hogy ebből a kisebb fajta bokorból talán jobban járnál, hogyha igen, hogyha a szut akarnád megdugni. Én is ezt tettem volna. Cromwell Bélás, ajaj, KV2. Á, nem, visszaúzta a KV2-es a testét. 5-7, szorosodik az állás, 6-7 nagyon jó. És szerintem még az ízét, hogy a szettert még kibasznák onnan, az még nagyon faszalányos lenne. Na, a T-34 full AP, már csak pont az hiányzott, ez a faszok 5-ös med. Ajj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 
melyikkel fog először megdögleni. Nem, akkor ott maradt, jó. Ajja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 j
találtam ki az enyémet. Hú, bazd meg. Mondjuk jó legénységem lenne hozzá, az tény és való. Az előtt. Az szép volt, geci. Az bazd meg. Ezt így... Nem szóltam semmit, ott ez. Penge. Oha, T29. Na hát ez még úgy probléma.
gyomorszáj, nem akarod magad felfedni. Hát csak az a baj, hogy igazából senki nem nagyon tudta lőni. Bár mondjuk lesz fordult ki minket, ha netán ott még ott felcsusszanna, azért nekünk nagyon zsilet lenne. Na, klikker oda basszott egyet, 40 asszisztot kaptunk. Az igen, az meg. Azt a kurva. Na nézzük, 3 kill, 1518 damage, és szerintem az valami szedegeti a tigrisünket középről, szerintem az a 4 fari lehet. Az a baj, a tigris ez kicsit túlértékelt, nem dobott annyit a gán. Mondjuk szerintem előbb fog tölteni, mint a T29-es, az ennyiből kiindulva az, hogy 10 valahánynál tölt. Ajjajjajjajjajj, jó van, még tigris kiveheted. Na. Hál' Istennek, nagyon fasza. Ajjajjaj. Az gáz. Hát mondjuk megjött, amit mondtam, hogy be fognak minket flankelni, csak nem így terveztem. Igen. Az bazd meg, meg az anyádat, nem? Az a sima AP-ba is lehet bontani az egységet. A Su-85 is jön előre az egyenesbe. És ajjajjaj, KV-2 is. Na jó, hát igazából... Tulajdonképpen a jelzem lassan mindegy lesz, mert a KV-2 mindjárt be fog minket érni. Nice! Egy védőmedál szerintem már a tied. Megjött akkor a Panzer 4 Feri. 2. Ha ezt 20-ástól kapna egyet, akkor az nem tenni a zsebébe. Viszont tőlük is kaphat. Na? Na? Ajja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 jj
Momentum 1803 damage-ra, de szerencsére a setterjüket elkapták. Na hát, ha teszom, akkor tiéd a lehetőség, hogy megkúrd ezt a két csököt köcsögöt. 9 másodperc. Na? Hova? Hova a faszomba lőd a ágyú, bazd meg? Ajjajjajjajjaj, jó van, gyorsan lehetett csökkenteni a resetet, ugye a kepet. Na, menj rá erre a T-34-esre, adj neki. Nice. Mi van mi? Mi van mi? Ki is gyújtottuk, kajak. Ajjajjajjajjaj. Remélem nincs betöltve. Ez az. Na már a Top Gun az biztos, hogy a miénk, meg szerintem a nagy kaliber is. Nagyon Frank Franco. Su-85 az egyenesbe jön, az biztos. Igen. Te kis köcsög autista. Remélem elmegy, szóval megbaszod a száját. Kettő klikkelt kifingatodat teszom. Kapsz érte egy aranypöcs érdemrendet. Nem néztem meg a csatát előre, úgyhogy... Így. Így, bazd meg. Remélem megkupulod mindegyiket. Na jó, nem veszem le a Speed Boostot, oda fogsz érni, bár az EU-5-tel nem nehéz. Ó, oh, hello! Na mi van, kis köcsög? Mi? Mi van, buzi gyerek? Szopsz, azaz, szopjál, azaz, vastagon és bőnyállal. Büszke vagyok rád, teszom. Egy fél aranypöcs érdemlend a tied. 11 darab lőszer van, és akkor szerintem a Su-85 bement a kepre, mert miért is ne? Akkor go back. Kepet reszetelni? Még jó, hogy az EU-5-ös gyors, nem? Ha gyors 60-a mész. Aha, igen. Tudják ők, hogy te jössz vissza. A teszom. Lássuk. A színpad a tiéd. Ez tényleg nincsen itt? Na jó. Akkor testvérem, még egy ötös autista vissza van. Fél aranypöcs érdemrendet már utaltam is. A Golden Cerka érdemrendre már jogosult vagy. Bár akkor fogod csak megkapni, hogyha ezt a másik... Ez az aranybánya! Hát ha nem lenni mellé, még jó is lenne. Ó, ez az testrészem.